csatorna főtámogatója a Triumph Budapest. További támogatóim a Biker Fashion. Ha motoros ruházatot szeretnél, keresd a Facebookon Vojáki Nagy Zsoltit. A PMG Motoros Farmer forgalmazója Kalmár Motor Szeged. Sziasztok, második nap röggelünk. Szállást mindjárt meg fogok mutatni. Tegnapi nap Margójára egy pici kis összegzés. Gyulafehérvár brutál jó. Ide feltétlen gyertök el. Gyönyörű. Nagyon jót kajáltunk. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer biztos, hogy érdemes megnézni. Mai nap a fő attrakciónk Transzalpuszeni út, az új panoráma út. Voltunk már rajta, amikor Murva volt még rajta. Viszont most a leaszfaltozott részt is meg fogjuk látogatni. Ez nagy vágyam volt, hogy a leaszfaltozott részen, és most gyorsan végigjuruljunk. Ez olyan 40 pitty-puty kilométer, de látni fogjátok a videóba. Utána még elmegyünk egy hegyhettőre egy kilátópontot megnézni, és utána megyünk Topálfalvára a szállásunkra. Ami nem nagyon tetszik, és a radarkép mutatja. Na, ott az. Az 9 órától elvileg azt mondja, hogy valami eső várható. Nem túl derűs az idő. Látjátok, onnan jöttünk fölfele, van egy nagyon pici kis murva, pár száz méter, teljesen járható, ez bármilyen motorra ide föl lehet jönni. És a szállásunk, amiről el tudom mondani, nem volt rossz. 6 szoba van, úgyhogy társaság 12 fővel, hogyha sikere van, akkor lebére foglalni. Pici kis parkoló része az autóknak, én a motorra oda parkoltam a fal mellé, alól meg egy ilyen kajáda rész van. Szobát meg mindjárt megmutatom és elmondom, hogy mennyibe került. Úgyhogy nézzük ezt a mai napot, én nagyon várom. Tartsatok ti is velem tovább. Újon a második nap, elindultunk a szállásunkról, a szobát természetesen nem vettem föl, csak kívülről, majd megpróbálok a bookingról egy-két képet beszúrni. A szállás tökéletes volt, úgyhogy a mai első állásunk a Lid, vesszük egy kis kaját a napközbeni étkezésre, és utána a Transzalpuszeni útra megcélozzuk az irányt. Hál' Istennek a nagy felhő, amit mutatta a Brassó irányából, az elvonult, néztem is a radarképet, úgyhogy esőt nem mond mára, viszont itt a Lid már, úgyhogy meg is érkeztünk. Akkor vásároljuk valami reggelit. De az biztos, srácok, hogy Gyulafehérváron szinte minden út így néz ki. Zsírúj aszfalt mindenütt. Ami még nem, az látszik, hogy felújítás alatt van. Ja, a farkas a kicsiket, látod? Robolus meg Remus, vagy hogy hívták őket? Megálltam, mert csak fölraktam a GoPro-t a fejemre. Az eső egy picit alább hagyott. Szép eső nélkül is, de azért ez is jól néz ki, mikor így a párolottan hömpölyög a hegytetőn. Na, gyerünk tovább. Kitáblázva nem nagyon van, hogy ez panoráma út, de ahogy láthatjátok is, az út minősége az elég pazar. Mondjuk az az igazság, hogy ez már vagy 2 éves ez az út, mert mikor itt voltam erre a burván, akkor is ez már le volt aszfaltozva. Milyen gyönyörű ott a pára a fák között fönn, nézd be! Transzalpuszeni út. Nem tudom, a kamera mennyire adja vissza, de tiszta párába van az egész út. Itt pedig nyílt valami étterem is, ha minden igaz. Motorosok vannak is bent, egy kávét lehet, hogy ijattunk volna, ne menjünk vissza. Csak úgy döntöttem, hogy egy kávét beverünk itt az étteremben, legalább meg tudom nektek mondani, hogy jó volt a kávé vagy nem.
gondolom a kávé finom volt, 8 lej, kiki eldönti, hogy drága vagy olcsó. Szerintem itt fönt a panoráma úthoz képest nem sok. Csak épp mondom, mondja fülemre, hogy nem látunk semmit a panorámából. Ez egy kicsit cumi egyébként, de hát mert magam előtt az autót lassan alig látom a köttől. Nem is köd ez pára. Itt megállnék drónozni nagyon szépen, csak hát nincs mit. Hát ez nagyon nagy csöcs. Ez nagyon nagy csöcs, gyerekek. Hát sajnos az az igazság, úgy látom, ide majd vissza kell jönnünk még egyszer, mert ez baromira szar. Már nem az út, nem a táj. A táj az nagyon jó, mert én már voltam erre, mondom, de ez, hogy nem látunk semmit, ez nagyon, nagyon baj. De a legnagyobb baj az, hogy a videóanyagban ti se fogtok látni semmit. Azt a betyár jó életbe. Ez durva. Ez nagyon... Nézzétek! Nézd, milyen gyönyörű! Azt a jó életbe bele! Tejfehérköd? Nem is tudom. Szerintem nem is nagyon voltunk még ilyen tejfehérködbe így motorozni. Nem is köd ez, nem tejfehér pára. Hát talán itt a terneket lehet látni egy oldalba. Ez komoly. Nagyon szépen ki vannak alakítva ilyen leállók. Egyébként szerintem két autó szömbbe simán elfér egymás mellett. Egy picit természetesen le kell húzódni, de... Ha nem megyünk gyorsan, hát egy picit felszáll a köd, mire a végére érünk, azt valami kis panorámát látunk. A nap olyan, mintha egy picit erőködne, de... Sajnos ebben nem vagyunk előrébb. Holnapi nap lehet, hogy azt fogjuk csinálni, Topánfalván lesz a szállásunk. Erre jövünk vissza, lemegyünk az autópályára, azt úgy fogunk hazamenni, pedig nem akartam a pályán hazamenni, de lehet, hogy nem lesz más megoldás, hogy ezt lássuk legalább, hogyha holnap az időjárás természetesen nem ilyen lesz. Remetefaluban egyébként itt is van egy út lefele, amely ilyen kolostorhoz visz. Azt is kihagyjuk, én úgy gondolom. Most mindjárt meg is állok majd, ott szerintem ott visz az út. Elengedjük az autót. Azért még ezen az úton tudok egy kicsit több videót készíteni nektek. De már ez is valami volt. Jönnek a pocik is. Jó napot kívánok. Ez nagyon szép. Milyen gyönyörű ott, hogy süti a nap. Picit az elébb itt visszafordultunk, lementünk három kanyarra, így gyors elsuhantunk a panoráma előtt, de én úgy gondoltam, hogy visszajövünk, azt megállunk itt, mert ez gyönyörű. Turn.
Baby, oh, it's showing. If I should stay, you'll find a reason to leave. When I'm busy. Tök fasza, ilyen kis módszházaknak hívják ezeket. Ilyen régi elhagyatott építmények, azért van egy pár darab itt erre. És az időjárásunk is most már barátságosabb. Az út minősége kifogástalan. With every step you take to, I keep reaching out to. Most vasárnapot írunk egyébként, és ahhoz képest, hogy annyira nem fölkapott még a látványosság, azért azt lehet mondani, hogy sokan vannak a kilátópontokon. Úgyhogy szerintem ide is olyan, mint a fogaras, hogy érdemesebb hétköznap vagy reggeli órákba elindulni ide és akkor itt lenni, mert akkor nem lesz ekkora forgalmatok, az biztos. Hát nem tudom, hogy azokban a kis házakban van-e még élet. Szerintem egyébként gazdasági épületek voltak jószágtartásra. Abban a kicsiben ottan lehet, hogy még laktak is. Viszont a táj nagyon remek. Na, ez az aprút bánya felüli vége még teljes mértékben nincs kész, mert a fölfestés innen elfogyott. Viszont itt látszik, hogy az aszfalt az egy kicsit újabb. Motorosok azért látom, hogy kezdik fölfedezni. És állítólag itt még egy-két ilyen csatorna átvezetés az nincs leaszfaltozva. És éppen a kamerán forog. Hát ilyenek még vannak, de én azt gondolom, hogy ott az új híd már látjátok. Rajta vannak az ügyön, mondhatjuk. Tudom ajánlani mindenkinek, hogy ezt mindenképpen nézzétek meg, hogyha ezen a környékön vagytok. Most pedig a következő célunk az nem más, mint hogy elmegyünk egy hegytetei kilátóponthoz. Az egy picit még arrább lesz, de szerintem látványos történet lesz az is. És akkor eljött a pillanat, hogy akkor megállok, leveszem a GoPro-t is a fejemről, mert már most egyre szarabb az idő. Az a baj, ebben a média módban megállzik a mikrofon. Hetvenötös út, az eső persze elállt, viszont abban reménykedünk, hogy a kilátó pont, ahova indulunk, az 3,6 km múlva fordulunk, legalább látszott magából valamit. Egyébként az Aranyos völgyén van ez a 75-ös út, a folyó itt fut végig mellettünk, huppanó. Ilyen kis vasúti sínek mennek köröztül az úton, nem tudom, hogy ezek mik lehettek. Befordultunk itt a 75-ösre a térkép szerint 130-as mellékútra. Hát mellékút az tény és való, nem egy túl széles. Ha minden igaz, ez pedig az Aranyos. Hát éppen lehet, hogy nem sokat lehet belőle látni, de a háttérben a hegy az jó. Innen semmit nem látunk. Irány. 104-es útra fölhozott. Ez jó meredek, úgy látom. Szerintem elég a motornak az egyes. Ú, de betyárjó a látkép. Valószínű ott vannak fönt, ott van a panorámapont. Nem néz ki rosszul a terület, gyerekök, nem gyönge. És idáig teljes mértékben föl lehet jönni aszfaltozott úton. Sőt, ez szerintem valamerre visz is tovább az út. Ja, csak innen, igen, innen Murvás.
Elmondhatatlan ez a hely, ide föltétlen el kell jönnötök. Találkoztam itt egy sráccal, Zolival, kurva jó hely, nagyon jó. Elmondogatta itt, hogy mit érdemes még megnézni. Újabb helyeket mutatott még, vagy mondott, amit még mögölnézi itt a Bihar környékén. Szenzációs a rész, szenzációs. Akkor gyerünk. Hello! Ciao! Akkor indítsuk a mai napot. 8 óra szinte. Azt lehet mondani, hogy teljesen jó időben vagyunk. Természetesen az első útunk egy Penny Market vagy Lidl, de egy Penny találtam, amit elvileg nyitva is van. És utána gyerünk a Bihar aljára. A 76-osról lefordultunk a 792C-re, három számjegyű. A döntés az lett, hogy Batonya fele indulunk meg, ott fogunk átmenni. Néztem az ilyen határvadász applikációt, hogy hol mennyien vannak, nagy lakasz be van álma szintén. Úgy döntöttem, hogy Batonyánál fogunk átmenni. És most ez a három számjegyű mellékút Romániában. A csatorna fő támogatója a Triumph Budapest. További támogatóim a Biker Fashion. Ha motoros ruházatot szeretnél, keresd a Facebookon Vojáki Nagy Zsoltit. A PMG Motoros Farmer forgalmazója, Kalmár Motor Szeged.